Már is itt vagyunk, folytatódik tovább a Late Night, lett a továbbra is itt mellettem első vendégem Beleznay Endre, és időközben megérkezett hozzánk Keszthelyi Vivien, aki hát a legnépszerűbb és legsikeresebb női magyar autóversenyzőnk. Jól fogalmaztam, Vivien? Így van, pontosan. Megtisztelő, és köszönöm szépen, hogy elfogadtad a meghívásunkat. Szóval én már szünetben ezt azért hangoztattam neked, hogy én leginkább egy foci szerető csávó vagyok, én nem vagyok otthon az autósportokban, és nem is nagyon akartam felkészülni, megmondom őszintén, hogy ne álnaív kérdésekkel operáljak, hanem engem tényleg laikusként, külső szemlélőként érdekel maga az, hogy egy fiatal lányból hogy lesz aztán az ország legsikeresebb autóversenyzője. Szóval kezdjük az elején, hogyha készen vagy, jó? Hát először is, mikor jöttél rá? Hány éves voltál körülbelül, amikor azt érezted, hogy téged az autóversenyzés érdekel, és mondjuk nem a Barbie babák? 12 évesen, mármint jó, mikor kisebb voltam, akkor otthon volt egy kis műanyag jeep-e, amivel már próbáltam vezetni a szüleim kertjébe, de akkor nem igazán fogalmazódott még bennem, hogy én konkrétan autóversenyző szeretnék lenni. Ez csak olyan 12 éves koromban jutottam el odáig, hogy kilátogattam a szüleimmel a Red Bull Ringre, Ausztriában található pályához, és akkor fogalmazódott meg bennem, hogy a családom szereti az autókat, de egyikük sem volt autóversenyző. És mivel csak az autó szeretet iránt is kilátogattunk, akkor fogalmazódott meg bennem, hogy én igenis autóversenyző szeretnék lenni, de ugye ez nem olyan egyszerű volt, tehát hogy mindenkinek van álma, de ez nem úgy van, hogy hát én azt szeretnék lenni, és akkor valóra is válik, úgyhogy kellett pár hónap, mire meggyőztem a szüleimet, az biztos. Igen, ez lett volna a következő kérdés, hogy maga a család hogy fogadja azt, amikor a kislányuk eléjük el, és egy hát nem túl nőies sportot választ magának, mert ez sem igaz, mert nagyon sok nő jól szerepel ebben a sportban, de azért mégiscsak, amikor a benzinszagról beszélünk, akkor az embernek mégiscsak fiúk jutnak eszébe. Autószerető családról beszéltél, hogy fogadták a hírt, amikor mondod, hogy te pedig nem versenyezni szeretnél? Nem nagyon akarták elhívni, azért is próbáltak róla lebeszélni az elején, és végül sikerült odáig eljutnom, hogy kimentünk itt Magyarországon egy kisebb pályára, ahol elkezdtem megtanulni ugye váltani, kuplungolni mindent az alapoktól, mert ugye már, vagy hát még akkor nem volt jogosítványom nyilván. Azt akartam mondani, hogy ugye most vagy 20 éves, mit legsikeresebb autóversenyző, a legtöbben mennek 20 éves korában még nincs jogosítványa. Vagy van, de még nem tud parkolni. Igen, még parkolni nem tud. Hát az volt az első, amikor születésnapomat betöltöttem a 17. életémet, hogy leraktam a jogsít, de előtte csak zárt pályán tudtam. Úgymond. 15 évesen egyébként le lehet tenni szülői hozzájárulással a jogosítványt? Én már 13 évesen versenyeztem. Jó, de itt Magyarországon de az egy másfél a licensz, nem? Amikor versenypályára. Hát ezzel közutakra te nem mehetél ki. Így van. Hát ez ugyanaz, hogy mostanában, ha megnézzük a feljövendő új gyerekeket, akik elkezdtek versenyezni, már 4 éves kortól gokártoznak. Szóval nagyon durva. Tehát, de nyilván ez mind biztonságos környezetben és zárt pályán történik. Jó, hát nagyon meglepődnék egyébként azon, hogy 12 évesen te már ezt tudtad, de azért valamennyivel visszafogottabb a meglepődésem, mert Endre meg ugye 2 évesen tudta meg, hogy ő színész lesz. Igen, én is erről, tehát, otthon is mondtam. Tehát ő 10 éven megelőzött téged a felismerésben. Egyébként, oké, 12 évesen eldöntött, hogy neked tetszik ez a sport, ezzel akarsz foglalkozni. Előtte korábban te fiúslány voltál? Mert mint az új értelmében, tehát hogy vannak azok a lányok, akik mondjuk imádnak focizni már 6-7 évesen, és te ez a fajta voltál, vagy pedig nagyon csajos csaj voltál, csak itt volt valami törés. Nem mondanám azt, hogy volt törés, mert volt a kép, mi mindig szerettünk a saját autóinkat, és mindig így ebben az autószeretett környezetében éltünk, de persze voltak pink ruháim, voltak Barbie babáim, de őket elkezdtem hanyagolni, és kis citromsárga műanyag jippel toltam otthon a kertbe, szóval nem is volt olyan, hogy törés, vagy inkább fiúsabb voltam. Mai napig szeretek szépen öltözködni, de valahol azt elismerem, hogy nem annyira vagyok lányos, hogy most minden nap. Én pedig szeretném akkor korrigálni a kérdésemet, mert félreérthető, tehát nem kérdőjelezem meg egy perce sem a nyűjességet, véletlenül sem. Csak ugye van ez, amikor, tehát attól még tök csajos egy csaj, hogy például láthatjuk persze. Azt, hogy a szomszéd gyerekekkel szaladgál és rugdosra a bőr. Nem, én is úgy, én értem, hogy mire gondolsz, pont azért, igen. Hogy én is érzem magam, hogy nem annyira úgymond, nem is tudom, hogy lehet ezt megfogalmazni, nem úgy vagyok lányos, hogy járok minden nap, csináltatom a körmömet, pink, piros, minden, hanem szeretek naturális maradni. Nagyon sok lány szeret órákat eltölteni, sminkelni, nekem valamiért nem a prioritásom. Nagyon sok fiú is szeret órákat sminkelni, most tudtam meg nem elég. Igen, most ezek is vannak, úgyhogy én szeretek inkább naturálisabb maradni, és nyilván egy fiú sportban vagyok,
de annyira lányosnak én sem mondanám magamat, hogy magas sarkúban még ilyesmivel lenni. 15 évesen elkezded a versenyzés, jól mondom, 15 éves 13-14. 13-14. Mi volt az első nagyobb eredményed, ami már biztatással szolgált, hogy jó irányba vagy, és jó szakmát, vagy jó irányultságot választottál magadnak? Az biztos, hogy mikor elkezdtem tesztelni, ugye tesztnapokon vettünk részt, már az látszódott, hogy egy jóval tapasztaltabb pilóta is a pályán volt, és összemértük tudásunkat, és hál' Istennek látszódott, hogy a promotor is, tehát úgymond a kupa sorozat tulajdonosa is ott volt, és látta, hogy amikor elmondták, ugye, hogy hol kell fejlődnöm, mennyivel később kell fékeznem, gázt adnom, és egy centiméterekről beszélünk, utána rájöttem, hogy kiálltam a pálya szélére, és hallottam, hogy ő még pár másodperc erejéig felvált fékezési táv előtt, és úgy gondoltam, hogy senki nem mondta nekem, úgyhogy megpróbáltam, és gyorsabb is lettem. Tehát próbáltam logikusan összerakni, hogy valaki igen nem mondta ezt nekem, hogy gyorsabb, de elkezdtem magamba is építeni, és akkor láttam, hogy simán tudom ugyanazt a köridőt futni, mint ő, és innentől elkezdett, úgymond, hogy 2 évet versenyeztem Suzuki kupába, és utána ugye jött a következő lépés, hogy az Audi Sport Racing Akadémiába kerültem be Németországba. Azért az már egy nagyon nagy lépés volt. A sebesség, igen, vagy inkább a vezetés technikája az, ami téged magával csábított? Mindkettő. Mindkettő. Meg ugye a versenyzés, mikor egymás mellett tudtak menni, és harcolsz a pozíciódért. Ugye meglepő is volt a férfiaknak, hogy nők létemre, nem úgy hoztam vissza a kocsit, hogy csili-vili, hanem volt egy kis sérülés az autón, de meg kellett harcolni a helyén. Na most egy nagyon bugyuta kérdésem lesz, de muszáj, hogy föltenyem, ugyanis nem tudom. Ebben a versenyszámban van-e külön a nőknek fenntartott verseny, vagy te ugyanúgy férfiakkal versenyzel? Fogalmam nincs. Én férfiakkal versenyzem, ez igaz, hogy a világon létezik egy széria, az a neve, hogy V-Series, tehát Women Series, ahol csak nők versenyeznek. Ott is voltam, nem is tudom, már 2 évvel ezelőtt azt hiszem, de ott volt a kép, ugye csak ott megadják azt a lehetőséget, hogy bemutatnak a formula világába, téged úgymond finanszíroznak egy évig, hogy tudásra rakjanak beléd, de én mai napig férfiakkal versenyzem. Ez a amiről most beszéltél, ez a 2019-es F3-as szereplésed volt, a Forma 3-as szereplésed? Igen. 2017-ben pedig a legfiatalabb női versenyző voltál a GT4-es bajnokságok történetében. 18. 2018. Ez azért egy nagy dolog, ezt hogy fogadta a családod? Nyilván büszkék voltak. Nekem is jó érzéssel tölt el, hogy ilyen eredményeket fel tudok mutatni, de attól függetlenül így mai napig nem tudatosult bennem, hogy azt mondhatom magamról most teljesen mindegy milyen értelemben, hogy bajnok voltam ebbe és ebbe a sorozatba, ilyen és ilyen szinten, mert arra fókuszálok, hogy elérjem a célomat. Tehát szép és jó, hogy megtörtént, de valamiért nem úgy kelek fel minden nap, hogy belenézek a tükörbe, és igen, én megnyertem ez az, hanem szerintem addig nem fogok megállni, míg el nem érem a célomat, utána meg már... Mi a célod? Forma 1. Egyértelmű. Forma 1-ig szeretném menni? Igen. Egyébként ebben az irányban legjobb irányban haladsz a célod, vagy ide gondolom, ezt hozzáértők is megerősítették már. Persze, ugye az igaz, hogy GT-be versenyeztem előtte, de utána mentem ki Ázsiába, amikor megtudtam, hogy beválogattak a V-Series-be, több száz nőt akartak, ugye elindítottak egy ilyen folyamatot, hogy elkezdték letesztelni a nőket, hogy kik juthatnak be abba a szériába, ami azt mondja, hogy 20-ra le kellett vinni a létszámot, tehát át kellett menni ezeken a procedúrákon, hogy kiválogatták a legjobb 20-szal több száz nő közül, és amikor megtudtam, hogy engem sikerült beválogatniuk, ezért ki is repültem Ázsiába megtapasztalni, hogy milyen ezzel az autóval versenyezni, és akkor ragadt meg bennem ez, hogy én szeretnék karriert váltani és formulában versenyezni. Nyilván jóval nehezebb, mivel itt nincs szervó az autóban, tehát ha itt például 600 kiló az autó, ami könnyűnek hangzik, mert meg tudjuk emelni páran a parkolóba, de ez nem így van, hanem mikor arról beszélünk, hogy a kanyarban vannak leszorító erőmű, több 100 kiló még pluszban, amit le tud szorítani az autó, a szárnyak, stb. Ez nagyon megterhelő, és főleg nőként, ugye mi nem úgy vagyunk felépítve, mint a férfiak testileg sem, meg izom szerkezetileg sem, de amióta bevezették ugye a Halo-t, gondolom, te láttad már a Forma 1-be, hogy ami véd minket, úgymond, mint egy pilótát,
azóta jobban megragadt a formula, hogy mindig is biztonságban éreztem magam, ha tudtam, hogy van körülöttem valami, és ugye az előző generációs formula autóknál nem volt semmi, csak kim volt a fejed a sisakba. Én ültem olyan autóban, nem éreztem magam biztonságban, úgyhogy mikor bevezették ezt a hélót, akkor beleegyeztem, hogy ez egy jó irány lehet, és mai napig nem bánom meg. Na, hogyha már az irányról van szó, akkor most arra kérlek téged, hogy fordulj a kivetítőnk felül, és egy játékkal megyünk tovább. Pixel kockákat fogunk neked mutogatni, és neked ebből fel kellene ismerned egy adott szemét. És itt is van az első pixel kockánk, amin hát konkrétan egy sisak látható, egy márkajelzéssel. Van-e már valamilyen tipped, hogy ki lehet? Maher. Hát van több is. Tudod már, hogy melyik, hogy menjünk tovább? Ralfnak van ilyen sisakja, az biztos. Nézzünk meg még egy képkockát, és akkor hát, hogyha... De az a baj, hogy a családban most is, a Miknek is ugyanilyen van előről. Így már be tudod határolni? Ralfról van szó? Szóval Ralf Schumacher. Nézzük meg. Nem, hogy most elbizonytalanodtam. Meg tudtunk volna mutatni még egy kockát. Próbálj meg még egy kockát. Na, a Michael az volt Mercedesnél, a Ralf. Egyformán néz neki. Ennyire egyformák vannak? Nem, ez a van még kockánk, van még kockánk, szóval nem kell rohanni. Nézzünk akkor Ralf. Még egyet. Nem, ez, nem, ez a Ralf. Igen. Ralf Schumacher. Igen. Nézzük meg akkor, hogy jó van a képen. Igen, a Ralf Schumacher. És hát nyilván nem véletlen választottuk, mindig ebben a játékban egy olyan szemét választunk, aki valamilyen relevanciával kötődik hozzá. DCM, jó. Igen. Na, és... azért volt gyanús, mert ugyanilyen sisakja van otthon, de azon BMW van. Úgyhogy... A nézők egy része biztos értetlenkedik, hogy honnan tudhatod te, hogy otthon milyen sisakja van, és most anélkül, hogy vágykál meg a magánéletedbe, az azért publikus, hogy te Ralf Schumacher fiának vagy a kedvese. Igen. És hát ez nem kis dolog egyébként. Tehát amikor sokat szóra kell megkérdeznem, mit szóltak a szülők, de komolyan, tehát, hogy van egy autószerető család, ezt így próbálom összerakni magamban. A kislányuk 12 évesen bejelenti, hogy ő érdeklődik az autóversenyzés iránt, majd a kislányuk egyébként a legjobbá válik, a legjobb női versenyzővé válik minden idők legsikeresebb női versenyzőjévé egy versenysorozatban, Formula 3, és közben a kedvese lesz az élő legenda Ralf Schumacher fiának. Tehát, hogy a legnagyobb autóversenyző családba, vagy te most, hát hogyha még nem is vagy a család teljes jogú tagja, de mégiscsak ott vagyok. Nem sokkolt el őket ez a rengeteg sikerélménye, milyen rövid idő alatt végbe ment az életedben? Én hát 7 évről beszélünk, ugye? Igen. Nagyjából 7 év, tehát onnantól kezdve ilyen 7-8 év volt, hogy te pályára léptél, azóta ilyen 7-8 év van a hátad mögött? Igen. Na, 7-8 év alatt az azt gondolom, hogy ebben a sportágban nem nagyon lehetett volna előrébb menni. És ez laikusként, tehát ez így látom. Én annyit hadd segítsek, hogy engem az sokkolt, hogy a Ralf Schumacher otthon sisakban jár. Engem az. Mondod, hogy otthon van a sisakja. Ja, na, hát ki van neki rakva. Ja, jó. Meg hát motorozni, és csak ilyen sisakokkal megy el. Pont a BMW-ben voltunk most múlt héten egy túrán, és az autópályán, de van Instagramon videóm is, hogy mert próbáltuk őket követni a Daviddel külön, és akkor hát elég a David, nehéz. A David az ezt. A te kedvesed, ugye? Így van, csak Ralfnak mögöttük mentünk, mert ő a ismerőseivel volt motortúrán, és ugyanilyen sisak volt rajta, csak ugye BMW volt rajta. Én azt hittem, hogy mivel formuláról beszélgettünk, hogy valamilyen formulás képet hoztak fel, ugye a Michael volt a Mercedesnél, azért voltam, hogy... Egyébként a... Onnantól kezdve, hogy a mondjuk magyar sajtó, nem tudom, hogy lehet, hogy a külföldi sajtó is tisztában van vele, hogy te kinek a párja vagy? Sajnos ezt elkezdték felkapni, mikor összejöttünk. Nem az volt a célunk, hogy nagy dobra verjük, vagy bármi ilyesmi. Ugye Dávid nekem, hát fogalmazhatunk, hogy egy első párom, akit tényleg páromnak tudok nevezni, de engem csak az sokkol a mai világban, hogy annyi fiú tudna lenni, mint a Dávid, hogy nem a név számít, hanem csak az emberiség. Tehát én azt sajnálom, hogy előtte az életemben nem tudtam olyan fiúkkal találkozni, akiben benne van az, mint a Dávidban. Hogy nem kell aggódnod, most a mai világban mindenki nézi a Tindert, hogy néz ki külsőleg, és mindenkinek nem számít, hogy mi van belül. Tehát én úgy voltam vele, hogy mielőtt megismertem a Dávidet, én úgy voltam, amiket láttam a sulis társaimnál is, hogy mindenki lapozgatja a telefonon különböző képeket, és csodálkoznak, hogy semmi nem működik. Tehát én nagyon reméltem, hogy az életben találkozok egy olyan emberrel, ahol nem kell aggódnom, mit csinál a hátam mögött, tisztel, jövőt tudunk tervezni együtt, nincs idegeskedés, és hál' Istennek a David talált meg engem. Tehát én hiába ismerem a Mikket 2014 óta, nekem ő nem volt olyan szimpatikus, hogy bármi legyen köztünk. Tehát
mai napig jobban vagyunk, de a David fogott meg engem a legjobban, hogy mennyire nem adta fel, hogy ő szeretne találkozni, ő jött el hozzám. Mert először visszautasítottad őt? Nem, csak elkezdtünk beszélgetni egy platformon, tehát először nem olyan hihetetlen, mondom, túl kedves, túlságosan jókat ír, és hál' Istennek előtte neki nem volt barátnője, úgyhogy nagyon látszik, hogy ragaszkodó is, és tehát tényleg azt érzem, hogy annak ellenére, hogy nagyon picivel fiatalabb tőlem, tényleg annyira előre tudunk tervezni, hogy nem kell aggódni semmitől, hogy rossz érzés van az emberben, hogy most mind idegeskedjen, tehát semmi nincs ilyen, hál' Istennek, meg hogy egy sportban vagyunk, ugye formulában is, formakategóriában is. Szavaidat hallgatva, akkor az megállapítható, hogy álmaid kapcsolatában élsz most. Igen. Az lett volna a kérdésem, hogy nyilván mivel a külföldi sajtó is így elmondásod alapján, de ők is tudnak erről a sztoriról, a magyar sajtó meg ugye mindenképp tud róla, hogy te a Schumacher családban vagy jelenleg, nem próbáltak egyébként megkeresni sajtómunkások, ismerősök és faggatni mondjuk a család belső ügyeiről? Tehát ugye a Mihály Schumacher állapotáról. Sajnos igen, én úgy gondolom, hogy vagy azt nem értem, hogy már annyiszor adtam olyan választ erre, hogyha nyilván a család szeretne valamit kommunikálni, akkor fog tartsák tiszteletbe, és utána szokott az történni, hogy egy olyan címet írnak a cikknek, mintha mondtam volna valamit, de voltaképp semmit nem mondtam, hanem ez a családon múlik, hogy mondanak-e bármit, vagy nem. Tehát én csak azt nem értem, hogy miért nehéz tiszteletbe tartani, tehát ha valaki belegondolná, vagy beleképzelni magukat az ő helyzetükbe, szerintem ugyanez lenne a reakció, tehát én csak ezt sajnálom, hogy nagyon sok ember nem fogja be, hogy elmondod nekik szépen, hogy kérlek szépen tarts tiszteletbe, ha szeretnének valamit kommunikálni, fogják, kész, pont. Világos. Mi megyünk is tovább erről a témáról, és inkább visszatérek egy picit a te múltadhoz, nevezetesen oda, hogy a tanulás rovására, ez a rengeteg felkészülés, meg az a rengeteg munka, ami egy ilyen sportolói élettel jár, az nem ment a tanulás rovására? Tehát tudsz ugyanúgy mondjuk tanulni az mellett, hogy teljes értékű sportoló vagy? Ugye én mikor elkezdtem sportolni, vagy hát autóversenyezni, én az amerikai iskolába jártam ide Nagykovácsiba, hogy minél jobban tudjak angolt beszélni, mert hát ugye az Audi miatt is, mert bekerültem ide hozzájuk, és csak egy nyelvvel nem lett volna segítségemre, hogy külföldön tudjak versenyezni. És ahogy beindult ez, hogy az Audihoz kerültem, és minden felgyorsult, így magániskolára váltottam, és egyelőre úgy néz ki minden, hogy olyan irányba halad, hogy egyre többet vagyok külföldön, tehát még gondolkozom a továbbtanuláson, de annyi minden van még most, amire kell fókuszálnom, hogy elérem a célomat, hogy úgy gondolom, hogy teljesen mindegy hány éves nem fogom befejezni majd egyszer a versenyzést, akkor is biztos vagyok benne, hogy így a versenyzés buborékában fogok maradni, akár csapatfőnökként, csapattulajdonosként, az még az adja a jövő, de mindenféleképpen ez lesz a cél. Ha már a jövőt szóba hozta Vivian, akkor mindenki vissza szeretnék hozzád kanyarodni, ugyanis te pedig a nyár közepére ígérted megrendezését egy Kinizsiről szóló darabnak. Hogy ez hogy áll, ha már a jövőbeli terveknél tartunk? Meg vagyunk. Túl vagytok már rajta? Igen, augusztus, mindjárt megmondom, mikor mutattuk be, 6-7-8 volt. Tehát már 5-én is tartottunk előadást, ez a Siklósi Várban volt, Kinizsi a népfia című. A szerzők rockoperának hívják, én meg rock musicalnek, mert vannak benne prózai jelenetek is. Ez nagyon jól sikerült egyébként, tényleg hatalmas sikere volt, azért akartunk egy ilyet, ezt a Szentgyörgyvári Péter írta a szövegét, Balási Szabolcs a zenéjét. Szentgyörgyvári Péter az érdekes, hogy ő a Siklósi Vár kapitány, és azért írt egy darabot, hogy ugye a történelmünkben ugye az valahogy minket ugye a balsors, akit régen tép, és ezért akart egy olyat írni, ami pozitív, tehát hogy egy magyar hős, aki csak győzött, és végülis Kinizsi ugye csak győzött, a főleg úgy, mi a legendák mentén indulunk el, tehát nálunk is Molnár legény, és ott befejezzük, ahol az egyik nagy győzelménél, ahol Mátyással közösen aratnak nagy sikert, vagy csatába győznek, kenyérmezei csata is benne van szőrmentén. És ugye az volt a fő koncepció vele egyrészt, hogy mindezt a... Egyrészt az, hogy büszkék legyünk rá, hogy magyarok vagyunk, ugye ez volt a lényeg, azért jó alak, Kinizsi meg ő többször ad erre okot, alapot. Vadkerti Imre játssza egyébként Kinizsit, Sasvári Sándor, Mátyás királyt, most nem biztos, hogy felsorolok mindenkit, de mindenki csodálatos benne. Csengeri Attila, a gonosz török, hát nagyon jó benne a Csengeri. Na, szóval egyrészt ugye ezt akartuk, ezt a pozitív értelembe véve az a fias érzést, tehát nem olyasmivel
úgy akartam kiváltani ezt, hogy nem közhelyekkel, hanem azzal, hogy tényleg a történetnek, a sztorinak a sodrása hozza azt, hogy de jó magyarnak lenni. A másik pedig, hogy ez nem belőlem adódik, mert sokan gondolták, de ez az eredeti íróból, Szentgyörvári Péterből adódik, hogy nagyon vicces a dolog. Tehát egyszerre szórakozunk, és egyszerre hatódunk meg, és egyébként a művészetekben ez az egyik legjobb ötlet, hogyha ez a, mind a kettő jelen van. Két dolgot említettél, az egyik a bal sors, a másik pedig, hogy mennyire jó magyarnak lenni, és hát azt gondolom, hogy két vendégünk is bizonyítja ma este, hogy ez a bal sors, ez már lekopni látszik egyébként a magyar nemzetről, és magyarnak lenni pedig egyre jobb, már elég, hogyha csak a sportolóinkra tekintünk, hiszen látjuk, hogy a magyar sport egyre eredményesebb, és tényleg akár beszélhetnénk a fociról, úszásról, olimpiai számokról, és hát mellette van egy ilyen büszkeségünk, mint Vivien, aki megtisztelt minket ma este, és akinek nagyon szépen köszönöm, hogy eljött, és akinek nagyon sok sikert kívánok a jövőben, és remélem, hogy legközelebb már Formula 1-es versenyzőként találkozhatunk. Reméljük. Legyen így. Berezna Jandinak nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadta a meghívást, neked is minden jót kívánok, sok sikert a darabhoz és az elkövetkező tervekhez. Nektek pedig köszönöm, hogy ma este is minket választottatok, tegyetek egy hét múlva is, hiszen tudjátok, a szombat akkor Late Night lett itt a Pesti TV-n. További jó szórakozást, sziasztok!